ez egy fiatal műfaj, a plakát, és ugye a műtárgykereskedelem világában nem egyedi grafika, nem festmény, de nem is papír régiség most már, hanem úgy a kettő közé esik, és emiatt a reakciók is még nem annyira kiszámíthatóak, mint egy festmény árverésen. Mire ezeket a képsorokat nézitek, addigra a most látható plakátok már új tulajdonosaik falán díszelegnek. A héten rendezték meg ugyanis a 8. Falra fel plakát aukciót. A szervezőket még az árverés előtt kérdeztük. Miután ez egy fiatal műfaj, a vevők is keresik a kapcsolódást a plakátokhoz, és nagyon sokszor még mindig, ami domináns, az a személyes motívum. Tehát egy filmnél az a film az ő életében fontos volt, vagy egy randihoz köthető. Schwarzenegger plakát például egy német biliárdklubban volt. Onnan hozták el. Az a Pál utcai fiú plakát, ami látszik a háttérben a képen, szerintem ilyen állapotban 5 darab maradhatott meg. Vannak grafikák, amik nagy méretben jönnek ki egyébként, nagyon érdekes, úgy ütősek, és vannak, amik nagy méretben egy kicsit szétesnek, és mondjuk kisebb méretben az igaziak. Ez a Nap-Nap Fesztiválnak a falragasza volt. A 90-es évek elején egy 3 éven keresztül tartották, mindig a napi egyenlőség idején, erről kapta a nevét. Elég sok erős plakátunk van, de ez az egyik legismertebb magyar színész által készített film. A véres terror a Transzilvániából a Dracula, Lugosi Béla ettől lett világsztár, erre reflektál a Falra fel plakátárverésnek a kis játéka. Az árverésre bocsájtott plakátok mellett az esemény plakátját is mi terveztetjük egy grafikussal, és azt mi is nyomtatjuk ki, nem túl nagy példányszámban. Faniszló Ádámnak hívják a grafikust, és mindig nagy sikere van a plakátjainak. Az elejétől fogva mindig arra törekedtünk, hogy nagyon vegyes legyen a felhozatal, ne csak egy stílust öleljünk át, sőt, korszakban is azért próbálunk nyitottak lenni, egészen az első világháború előtti 1900-as évek teljesen a legelejétől. 2020-as film plakát is van. És szeretnénk elvinni abba az irányba az érdeklődést, hogy egy kicsit néha időnként vonatkoztassanak el mondjuk a konkrét filmtől, és a grafikát lássák meg. Ezért szoktam betenni csehszlovák, NDK-bolgár, teljesen ismeretlen filmeknek a plakátja. Viszont iszonyat jó grafikáik vannak. Évente általában 2 árverést tartunk, egy tavaszit meg egy őszit. Ha azt mondom, hogy ez egy szerelem valahol mind a kettőnk részéről, akkor nem állunk messze a valóságtól. Tehát mi szeretjük ezt a műfajt, és ezért próbálunk mindent elkövetni. Nem az anyagi haszonszerzés itt a fő motívum. Ezt sajnos a feleségem is mindig a szememre veti. Aki kedvet kapott a plakátgyűjtéshez, de lemaradt a mostani árverésről, az a plakátvadászatot bármelyik antikváriumban elkezdheti. És persze érdemes figyelni Badics Marcell, azaz a Plakátfiú oldalát is.